A műsorvezető ruháját a Simona Divataru biztosította. Köszöntöm a Summa nézőit! A Szolnok Televízió hír összefoglaló műsorában ezúttal is a hét legfontosabb eseményeiről számolunk be. Május utolsó vasárnapja nem csak a gyereknap, hanem a magyar hősök napja is. Az 1917-es 8. törvénycikk megfogalmazása szerint ilyenkor azokra a hősökre emlékezünk, akik Szent István óta életüket áldozták a hazáért. Szolnokon hétfő délután tartottak megemlékezést a tiszai hajósok terén. Irány után a lőrség! Még dúlt az első világháború, amikor Abele Ferenc vezérkari őrnagy kezdeményezésére törvénybe iktatták az elesett magyar hősök emlékezetét. Az 1917-ben elfogadott 8. törvénycikk második paragrafusa szerint minden község, város anyagi erejének megfelelő méltó emléken örökíti meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel. A hősök emlékünnepét 1924-ben iktatták törvénybe, ekkor döntöttek arról is, hogy május utolsó vasárnapja legyen ennek az időpontja. Félelmetes belegondolni, hogy az Árpádok korától 1848-ig viselt valamennyi háborúban együttesen sem veszítettünk annyi embert, mint az első világháború 51 hónapja alatt. Gondoljunk csak bele! A mozgósítás elrendelésekor az ország akkori teljes területéről több mint 1,5 millióan vonultak be a zászlók alá. Ezt követően még 2 milliót férfit köteleztek katonai szolgálatra. A bevonultak 17%-a vesztette életét a harcokban, amelyek során minden 5. magyar katona megsebesült. A hősök emlékünnepét 1945-ben már nem tartották meg. Hivatalos megemlékezések ezt követően csak 1989-ben voltak újra. Majd a 2001-ben elfogadott 63. törvény a korábbi ünnepkörét hivatalosan is kibővítette mindenkire, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Végső búcsút vettek Gál Szabolcstól. A fiatal katona április végén szenvedett súlyos ejtőernyős balesetet. Az orvosok hosszú időn át küzdöttek az életéért, úgy nézett ki túl van a nehezén, ám a 32 éves főtörzsőrmester szervezete végül feladta a harcot. Néma virágok, csönd és fájdalom várta mindazokat, kik lerótták kegyeletüket. Végső búcsút vettek Gál Szabolcs főtörzsőrmestertől, a Magyar Honvédség ejtőernyős válogatottjának tagjától, világbajnoktól, az MH-86 Szolnok helikopterbázis katonájától. A 32 éves fiatalember április végén egy helikopterről történő ejtőernyős ugrásnál szenvedett balesetet. Az ugrás rosszul sikerült, így nagy erővel csapódott a földbe. Súlyos sérülésekkel azonnal kórházba szállították, egy idő után úgy tűnt, túl is van az életveszélyen, május 11-én reggel azonban életét vesztette. Gál Szabolcs 2007 óta ejtőernyőzött, tapasztalt volt, több mint 5500 ugrással rendelkezett. Szolnokon katonai tiszteletadás mellett a család, a barátok, katonatársak és a város vezetői búcsúztak tőle. Hippokratész emlékérmet kapott dr. Hoksári László. Az elismerést 1999 óta adja át kimagasló tevékenysége miatt tagjainak a Magyar Orvosi Kamara. A szolnoki házi orvos múlt hétvégén a kamara országos küldött gyűlésén vehette át a díjat. Idén is átadta elismeréseit a Magyar Orvosi Kamara. Szombaton hippokratészi emlékéremben részesült dr. Hoksári László, aki csak nem 35 éve tagja a kamarának. A megyeszékhelyen praktizáló házi orvost kollégái terjesztették fel a díjra, amit szinte a végsőkig titokban tartottak előtte.
Kedves jó kollégáim a kamarában az utolsó pillanatig eltitkolták előlem, hogy ők fölterjesztettek engem erre a kitüntetésre, illetve hát, hogy én ezt meg is kaptam. Végül is előbb e-mailben, aztán telefonon is kaptam erről értesítést, hogy elvárnak erre. Amúgy is küldöttként mentem volna, de hát egy kicsikét azért igyekeztem ünnepélyesebbre venni a megjelenésemet. Nagy meglepetés volt minden esetre, elmondhatom, hogy nem számítottam rá. Dr. Hogsári László már gyermekként eldöntötte, a gyógyítást választja hivatásául. Tanulmányait a Szegedi Orvostudományi Egyetemen folytatta, ahol 1979-ben végzett. 7 évvel idősebb bátyám van, aki nekem mindig a példaképen volt, és hát valamilyen okból ő az orvosi pályát választotta. Számomra már eldőlt tulajdonképpen ilyen 11 éves koromban, hogy én orvos leszek, és hát ezt úgy folyamatosan, rendszeresen tanulmányaimban, érdeklődésemben sikerült is végigvigyek. A Magyar Orvosi Kamara 23 évvel ezelőtt alapította a Hippokratészi emlékérmet. A rangos elismerést azóta minden esztendőben olyan tagok vehetik át, akik kimagasló érdemeket szereztek a kamara munkájában. 2022-ben 5 orvos vehette át a díjat. Magyarországon is terjed a majomhimlő fertőzés, jelentette be Müller Cecília keddi sajtótájékoztatóján. Az országos tiszti főorvos elmondta, a megbetegedést egy 38 éves férfinál diagnosztizálták. Világjárványtól azonban nem kell tartani. A vírus emberről emberre csak szoros kontaktus útján terjed át. Enyhe hőemelkedés, hidegrázás, izom és ízületi fájdalom, valamint a nyirokcsomók megduzzadása. Mivel a kezdeti tünetei nem jellegzetesek, ezért korai stádiumában nehéz diagnosztizálni a majomhimlő fertőzést. A vírusos megbetegedés okozta égő viszkető bőrelváltozások csak a 3. hét környékén jelentkeznek. Betegség nagyon kellemetlen, de a halálozási arány a nálunk is jelenlévő vírusváltozat esetében 1% alatt van, tehát nagyon ritkán súlyos kimenetelű a betegség. A himlő bár a majmokról kapta a nevét, azonban elsősorban az Afrikában honos, kisméretű rágcsálók a hordozói, amiket mai napig fogyasztanak a kontinensen. Feldolgozásuk során mikrosérüléseken keresztül jut be a vírus a szervezetbe. Emberről emberre szoros kontaktus nélkül nem terjed. Ez a vírus nagyon ellenálló, tehát a környezetben hosszú ideig fennmarad, ezért is van az, hogy a közös használati tárgyak is átvihetik adott esetben a fertőzést, tehát ez a vírus ellenálló, az időjárási körülmények nem hatnak rá, úgy, mint a koronavírusra, tehát itt szezonális megjelenésre nem kell számítani. Dr. Rusvai Miklós hozzátette, Afrikában évek óta emelkedik a megbetegedések száma, mivel a himlőoltás megszüntetésével sok olyan generáció nőtt fel, akik nincsenek védve a fekete himlő és ezáltal a majomhimlő ellen sem. Emellett a COVID miatt bevezetett utazási korlátozásokat eltörölték, így ugrásszerűen megemelkedett a turistaforgalom a kontinens felé. A megbetegedés a megfelelő előírások betartásával elkerülhető. Gyógyszer nincsen a vírusfertőzés ellen. Óvatosság a turisták esetében, az alkalmi ismerettségek, szexuális kapcsolatok kerülése, az Afrikába látogatóknál a helyileg honos apró állatoknak, emlősöknek a védelgetése, simogatása, akár szafári parkokban, akár állatkertekben mindenképpen kerülhető. A vírus a napokban Magyarországon is megjelent, de járványtól nem kell tartanunk, emelte ki a virológus. 18. alkalommal adja át idén ősszel a területi prémadíjakat a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete. Az eddigi esztendőkhöz hasonlóan ez alkalommal is 10 kategóriában hirdették meg a szavazást. A voksolás első etapja május közepén zárult. A döntőbe jutott jelöltekre augusztus 31-ig adhatja le a közönség a szavazatát.
2005-ben adták át először a Jász-Nagykun Szolnok megyei területi prímadíjakat. Az elismerést a 2003-ban alapított országos Prima Primissima díj mintájára hívta életre a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezete. Ahogyan 17 évvel ezelőtt, úgy most is 10 kategóriában várták a szervezők a jelöléseket a civil szférából, az önkormányzatoktól és a vállalkozóktól. A középdöntő szavazás ebben a hónapban zárult. Majdnem 38 ezer szavazat érkezett meg. Ez azért érdekes, mert tavaly, amikor a döntősökre, meg a középdöntőre lehetett szavazni, tehát a 30-ból a 10-re, illetve a 10-ből a győztesekre, összesen 27 ezer szavazat jött. Most már a középdöntősökre is közel 38 ezer. Óriási sikernek tartom. A területi Prima díj a jelölési folyamattól a szavazáson át egészen a gáláig alkalmat ad arra, hogy a megye lakossága megismerje azokat, akikre a mindennapokban kevesebb figyelem jut, miközben alázattal végzett munkájuk során csodát alkotnak. Mindenki teszi a dolgát, dolgozunk, és ilyen-olyan eredményeket érünk el az életünkben. És nem gondolunk arra, hogy hát hoppá, ez másoknak érdekes lehet, vagy mások tiszteletét is kivívhatjuk ezzel. Hát bizony, ezek a jelöltek kivívták a tiszteletet. Több díjat adnak át az idei Prima gálán is. Ismét lesz 3 győztes, illetve 5 győztes lesz, majd mondhatnám mindenki győztes, mert lesz külön díj is és közönségdíj is. A döntőbe jutott jelöltekre augusztus 31-ig voksolhatnak a megyében élők. Szavazni az új néplapból kivágott szelvényeken lehet, amelyeket a lap ügyfélszolgálatára vagy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének megyei szervezetéhez kell eljuttatni. A szolnoki közgyűlés májusi ülésén hivatalosan is bejegyezték a szolnoki többség képviselőcsoportot. A 6 ellenzéki képviselőből álló frakció kész együttműködni, minden olyan előterjesztést támogatni, amely meglátásuk szerint Szolnok város fejlődését szolgálja. A 2019-es önkormányzati választáson 10 egyéni mandátumot szerzett ellenzéki képviselők megalakították a Szolnoki Többség nevű frakciószövetséget 4 párt együttműködéseként. Az, hogy Szolnoki Többség, ez nem a frakció méretét határozza meg, hiszen azt tudjuk, hogy a 2019-es helyi önkormányzati választásokon több mint 8000 szavazattal kapott többet az ellenzéki együttműködés. Ezért is lett a neve Szolnoki Többség, frakciócsoport. Rövid időn belül 2 képviselő lépett ki a szövetségből, majd az áprilisi közgyűlésen ismét 2 tagja jelentette be, hogy kiszáll. Szolnoki Többség frakció nem szűnt meg, illetve eddig ugye frakciószövetségként működött 4 párt részvételével, most pedig egy egységes frakció alakult, szintén Szolnoki Többség néven. Ezt az egységes frakciót jelenleg 6 fő képviseli. Füle István és Miskolci László mellett 2 MSZP-s, Györfi Mihály és László Norbert tagja a képviselőcsoportnak, valamint civilként Borda Zoltán, jobbikosként pedig Berényi Gábor. Ez a 6 ember, ez a 6 képviselő és a Szolnoki Többség frakció az, aki a 2019-ben az ellenzékre szavazó állampolgárokat képviseli. Gyakorlatilag ez nem változott, tehát azért maradtunk Szolnoki Többség, mert ez a szolnokiak többsége, akik a változásra szavaztak, akik a Fidesz leszerették volna váltani. És a Jobbik Magyarországért mozgalom természetesen, mint az ellenzéki pártok közötti együttműködés híve, természetesen itt a helyem ebben a frakcióban. Az új képviselőcsoport megalakulását a május 26-ai közgyűlésen jelentette be Szalai Ferenc polgármester, ekkortól hivatalosan is létezik a frakció, amely együttműködésre törekszik. Tagjai szerint ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ne vitatkoznának, ha úgy látják, hogy valamely előterjesztés nem a szolnokiak érdekeit szolgálja. Arra szeretném kérni minden kedves szolnokit, hogy továbbra is forduljanak hozzánk bizalommal. Minden olyan apró cseprű ügyet, amelyel mások nem foglalkoznak, mi nagyon szeretnénk velük foglalkozni. Vannak olyan dolgok, amelyek az elkövetkezendő másfél-két évben úgy látszik, hogy nagyon-nagyon fontos prioritása lesz a városnak. Ez például különösen a szociális téren. A képviselőcsoport vezetője Füle István, helyettese Borda Zoltán képviselő lett. Nehéz évek várnak a tejiparra. Az elmúlt évek drasztikus áremelkedését újabb árnövekedés követheti, hangzott el Dabason a Tejvilágnapja alkalmából tartott konferencián. Annak ellenére, hogy a magyar tejágazat elmúlt évei sikertörténetként jelentek meg, hiszen nőtt a hazai tejfogyasztás, még mindig az uniós átlag alatt vagyunk, mondta dr. Feldman Zsolt államtitkár.
Azokat az anyagokat kell kipukasztanod, amik a tejben vannak, nagyon ügyesen. Ugye kezdjük, és mondhatod is hangosan, amit kipukasztasz, jó? Mik vannak a tejben? B-vitamin. Nagyon ügyes vagy, mehet. Gyerekek tanulnak a tejről, mindezt játékos formában. Itt épp kérdezfelelek történik, másutt az érkező információk közül kell választani, még megint másutt a tehénfejést próbálhatják ki. A szakemberek szerint a tejfogyasztás népszerűsítését fiatalkorban kell kezdeni. Dabason a gyerekek legtöbbje ezt már tudja. Én sok tejet iszom, minden este iszom, és szoktam menni túró Rudit. Miért finom, miért fontos ezeket enni? Hogy egészséges legyek, és szeretem is. A dietetikusok szerint az egészséges élethez napi fél liter tejre, vagy ennek megfelelő tejtermékre van az embereknek szükségük. Én nagyon szeretem, hát sok mindenre jó, mert mondjuk sok mindenbe tud segíteni, hogy mondjuk ne olyan gyorsan öregedjünk, meg a fogunknak is jó. Hazánkban a tejtermék ágazat sikerágazat, mondta dr. Feldman Zsolt államtitkár. A termelők és feldolgozók együtt tudnak dolgozni, a cégek pedig sikeresen fejlesztettek az elmúlt években. 2010 óta 26%-kal nőtt Magyarországon a tejtermelés. Ugyanilyen mértékben emelkedtek is, ez a szakmai színvonalat jelzi, azoknak a tejelő tehereknek az átlaghozamai, amelyek lényegében az egész tejtermelésünk alapját adják, és hát mégiscsak 2,1-szeresére nőtt a hazai tejágazat export értéke, és ezzel sokat faragott mindabból a hátrányból, amellyel nekiindultunk az elmúlt évtizednek. Nehéz időszak előtt áll az ágazat, ezt már Györfi Balázs mondta. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint az orosz-ukrán háború hatásait még megjósolni sem lehet. Az biztos, hogy 3 évtizede nem látott inputanyag áremelkedéssel kell megküzdeni, és már az idei esztendőben is komoly ellátási zavarokat okozhat ezen háború különböző termékpályákon. Azt már most látjuk, hogy néhány helyen a takarmány receptúrákon változtatni kellett, mert egész egyszerűen nem megoldható a korábbi működés. Ukrajna a világ legnagyobb napraforgó termelője, így várhatóan ennek hiánya miatt a vajfogyasztás fog emelkedni. De az biztos, hogy az olcsó élelmiszer ideje lejárt, és talán azt is elmondhatjuk, hogy ebből fakadóan az élelmiszer pazarlás kérdését is, tehát egy más szemüvegen keresztül fogja nézni az egész társadalom. A hazai egyfőre jutó tejfogyasztás nőtt, de még mindig az uniós átlag 50%-a, míg a vaj és vajtermékek esetében ez alig 30%. Magyarországon a tej és tejtermék fogyasztás az elmúlt 6-8 évben a legtöbb kategóriában lassan, de biztosan növekedett. Hogy számok szintjén ez mit jelent? Az elmúlt 6 évben folyadék tejliterben ez egy 7%-os növekedést, sajt és túró kategóriákban mintegy 25%-os növekedést, vaj és vajkészítmények esetében 36%-os növekedést, teljes tejből készült különböző desszertek esetében 20%-ot, ízesített tejitalok esetében 30%-ot meghaladó volt a növekedés. A szakemberek szerint a hazai tejfelvásárlási árak egyre jobban felzárkóznak az uniós árakhoz, ami az ágazatnak jó, de a felvásárló piac teherbírása ezt nem követi. A magyar háztartások elkölthető jövedelme, ahogyan a társelnök mondta, az uniós átlag 50%-a. Épületenergetikai fejlesztés indul a Rákóczi-falvi idős otthonban. Az ellátást jelenleg 45 főnek biztosítják a település intézményében. Több mint 10 millió forintból megvalósuló fejlesztés nyár végéig tart. 2004 óta biztosít gondozást a szépkorúaknak az Aranyősz idősek bentlakásos otthona. Az intézmény életében hamarosan felújítás indul, melynek keretében elkészítik az épület födém szigetelését, mintegy 540 négyzetméteren. Továbbá az épület tetőszerkezetén 12 kW kapacitású napelemet helyeznek el a szakemberek. Ez két szempontból nagyon fontos. Egyrészt ugye nyáron hűti az épületet, télen pedig nem engedi el annyira a meleget. A villamosenergia termelésről pedig kár beszélnem. Annyit hadd mondjak, hogy körülbelül 1/3 a villamosenergia felhasználásnak fedezni fogja ez a rendszer. Azért hadd mondjam a másik szempontunkat is. Végre ismét tudunk adni valamit az idős embereknek. A beruházást Rákóczi-falva önkormányzata a település megtakarításából, illetve kormányzati támogatásból
finanszírozza. Azzal, hogy energiát tud megtakarítani az idős otthon, biztos, hogy többet tud fordítani az itt élőkre egyrészt, másrészt kényelmesebb itt lenni. Jó példa arra, hogy amikor egy magyar kormány és a település egy egyedi döntés alapján kiegészíti a település megtakarítását ugyanakkor a összeggel, és itt 10 millió forintból egy jelentős fejlesztés vihető végig. Az idős otthon energetikai fejlesztése augusztus 30-áig tart. A megszokottnál jóval több a galamb a megyeszékhelyen is. A madarak rengeteg ürülékkel szennyezik a környezetüket, nem kis bosszúságot okozva ezzel a város vezetőinek és lakosságának is. Az önkormányzat keresi a megoldást a problémára. Szolnok ugyanis, ahogyan a városi főkertész fogalmazott, nem bír el több galambot. Az örvös galamb nagy tömegű populációja jelent meg Szolnokon. A szakemberek a 2000-es évek elejétől figyelik a madarakat, melyek egyre inkább behúzódnak a városokba, ráadásul gyorsan alkalmazkodnak a mozgalmas városi élethez, és egyre közelebb merészkednek az emberekhez is. Mint az a szerkesztőségünkbe eljuttatott videón is látszik, egy étterem kerthelyiségében sem zavartatják magukat, a vendégek ételébe is beleesznek. A galambok egyre több bosszúságot okoznak. Szakmai szempontból vagy városi szempontból több problémát jelentenek. Főleg a fészkelési helyeken, mert rengeteg ürülékkel szennyezik a környezetüket, és ez egy árnyékos parkban, ahol pihenőpadok vannak, játszótéren, ahol játszótéri eszközök vannak, ezek egyre több problémát jelentenek. Hát gondoljunk bele, kiül le egy olyan padra, ami szennyezett, ki engedi a gyermekét egy olyan hintára, aminek a hintaülőkéje szennyezett, és ezeknek sajnos a folyamatos tisztításáról kellene gondoskodni, ami azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag lehetetlen. Tehát, hogyha valamit letisztítunk egyik nap, az másik sajnos ugyanolyan szennyezetté válik. Erre a problémára a megoldást kell mi hamarabb találni, folytatta a főkertész. A galamb kérdés azonban megosztja a lakosságot. Egy nagyon szép tollazatú madárról van szó, tehát nagyon sok ember számára nagyon kedves, ahogy az ablak előtt fészkelnek egy fán, nyomon kísérheti, figyelemmel kísérheti magát a költési időszakot, ami azért valljuk be nem kevés, mert 3-4-szer is költ egy nyár folyamán ez a madárfaj. Viszont nagyon sokaknak nagyon sok bosszúságot okoz. Ha csak arra belegondolunk, hogy parkolóautókra milyen módon szennyezik össze, nagyon sok felkérést kaptunk már, hogy ez miatt vágjunk ki fákat. És ez egy nagyon nehéz kérdés. Egyre nagyobb szükség van zöld területekre Szolnokon is a forró nyarak miatt. Ugyanakkor több galambcsaládnak is otthont jelenthetnek az árnyékot adó fák. Természetvédelmi szempontokat is figyelembe kell venni, de úgymond a város használhatóságát is, fogalmazott a főkertész. Több padot, játszótéri elemeket is tönkretettek már a madarak. A túlszaporodás befogással lehet, de ezt a fajt élő befogókkal nem tudjuk. Tehát majd valószínű azon kell, hogy a szaporodását, a költését valahogy mérsékelni. Tehát a fajt nem szabad értelemszerűen eltüntetni a városból, hanem valami olyan módon kell majd gondolkozni, hogy ez a 3-4-szeri fészkelési periódust lecsökkenteni, mert az csak matematika, hogy milyen módon tud szaporodni fel, és ezt a populációnál már ez a város, meg egy ilyen jellegű város, én magam részéről azt gondolom, hogy nem bír el többet. Megnyitották a tini korosztály számára kialakított galériát a Versegi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárában. Ezután a 12-14 éves diákokat is korukhoz illő környezet várja. A tervezés során a Városi Gyermektanács, illetve a diák önkormányzatok véleményét is kikérték, hogy felmérjék a célkorosztály igényeit. A felújítás során a könyveken kívül babzsákokat és televíziót is kapott a részleg. A megnyitón különböző videójátékokkal is játszhattak a gyerekek a Pixel Kolóni csapatán. Jó voltából. A Bartók Béla Zeneiskola tanulóinak előadása színesítette a Tini Zóna megnyitóját a Versegi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárában. A legkisebbek, illetve a középiskolások mellett most már a felső osztályosok is külön helyet tudhatnak magukénak. A 12-14 éves korosztálynak is kialakítottak egy külön részleget, ahol a korukhoz megfelelő környezetben nekik való programokon tudnak majd részt venni.
A három évvel átadott ifjúsági részlegük annyira népszerű lett, hogy híres szájra-szájra terjedt, és egyre fiatalabbak kezdtek oda járni. Ott viszont ők a nagyobbakhoz nem tudtak kapcsolódni. Ezért kérték, hogy számukra legyen egy külön hely, hiszen itt a gyerekkönyvtárban ezt a babolcás házat már nem csak kinőtték, ezért elkezdődött az ötletelés, a tervezés és a forráskeresés. A tervezésben a célkorosztályt képviselő városi gyermektanács tagja is részt vettek. Felkérést kaptunk a Vársegi Ferenc könyvtárhoztól, hogy segítenénk nekik megálmodni ezt a helyet, és hát mi igent mondtunk, mert nagyon szeretünk szervezni, azért van hozzá fantáziánk is, és leültünk ide a Vársegi Ferenc könyvtárba egy asztalhoz, és akkor elkezdtük tervezni, hogy milyen színű legyen a fal, milyen könyveket hozzunk fel, akkor, hogy a kézlenyomatot az egyik barátnőnk találta ki, a Bogi. Nagyon kreatív ötlet volt, aztán elkezdtük, hogy szőnyeg, a berendezés, hogy gépek, játékok, Netflix is legyen. Aztán pedig szakköröket is, hogy akkor legyen valami elfoglaltság is. A gyerekek a Pixel Kolónió voltából különböző videójátékokat is kipróbálhattak. Ezekkel a játékokkal a későbbiekben is találkozhatnak a fiatalok különböző könyvtári programok alkalmával. Ide jelenleg kettő PlayStation 5-öt hoztunk, ez azért jó, mert ezek még nagyon új konzolok, és nehezen beszerezhetőek. Hál' Istennek nekünk sikerült, így ugye a fiatalok is ki tudják próbálni, akiknek otthon még nem biztos, hogy van. Igyekeztünk olyan játékokkal előállni, amiket többen is tudnak egyszerre játszani, valamint hoztunk még egy Nintendo Switch-et is, ezen kifejezetten olyan játékok vannak szintén, ami fiatalokat vagy ezt a korosztályt érdekelheti. A könyvtár új részlege 9 millió forintból készült el. A nyári szünet idejében kiemelten támogatja a MÁV a tanulók utazásait, már forgalmazzák a vakáció diák bérleteket. A diákok nem csak félárú menetjegyet vehetnek, hanem 90%-os tanulóbérletet válthatnak. A kedvező ára mellett a másik előnye, hogy nem kell minden utazás előtt sorban állniuk a jegyekért. Tanulóbérletek havi és félhavi formában is válthatók. A nappali és az esti tagozatos tanulók érvényes diákigazolványuk alapján a lakóhely és az oktatási intézmény székhelyek között válthatnak tanulóbérletet. Az érvényességi idején belül korlátlan számú utazásra jogosítja felhasználóját. Idén is köszöntötte sikeres diákjait a város. A szolnoki SC Jendrasik György Gépipari Technikum torna termében azok a diákok vehettek át elismerést, akik a 2021-2022-es tanévben jó eredményt értek el szakmai versenyeken. A díjazásból a felkészítő tanárok sem maradtak ki. Az elismeréseket Fejér Andor alpolgármester adta át. Latin tánc bemutató és énekes előadások színesítették a diákok és tanáraik elismeréséért rendezett ünnepséget. A rendezvényen azokat az általános és középiskolás diákokat jutalmazták, akik ebben a tanévben jó eredményt értek el szakmai versenyeken. A diákok mellett a felkészítő tanárokat is elismerésben részesítették. Az eseménynek a szolnoki SC Jendrasik György Gépipari Technikum tornaterme adott otthont. Az elismeréseket Fejér Andor alpolgármester adta át. Azt gondolom, hogy az előző két produkció, Fejér Kitti és a táncos párnak a produkciója igazán szemléletesen bemutatta, hogy milyen tehetséges, szorgalmas diákok tanulnak ebben a városban, és természetesen azt is bemutatja, hogy milyen elhivatott pedagógusok készítik fel őket, és általuk érnek el ilyen nagyszerű eredményeket. Ezekről az eredményekről szól az a sok oklevél, a virágok és az egyéb kitüntetések, amelyek közel 150 diáknak az elismeréséről és közel 100 pedagógusnak az elismeréséről szól. A 2021-2022-es tanévben Szolnok város iskolái sikeres évet zártak a versenyek és azok eredményei terén. A pedagógusok és a diákok boldogan vették át az elismeréseket. Nagyon jó érzés, ugye megvolt ennek a
hosszú éves munkája, az 4 éves munkának az eredménye, a felkészítő tanáraimnak az áldozatos munkája benne, ugyanakkor szüleim folyamatos támogatása is ebben benne van, és nagyon jó érzés itt az érettségi után, illetve hogy előtt, még a szóbelik előtt átvenni ezt a kitüntetést, egyfajta megerősítés, hogy innentől kezdve nekem már nem kell aggódnom semmit. A pedagógusok a következő tanévben is legjobb tudásuk szerint segítik majd a tanulókat, hogy a lehető legjobban tudjanak teljesíteni a versenyeken. Főszerepben a gyermekek. Színvonalas gyermeknapi programokkal várták a legkisebbeket a múlt vasárnap a turisztikai központban. A különböző bemutatók, koncertek mellett foglalkoztatók, népi játékok, vásári forgatag és mini vidámpark várta a szolnoki gyermekeket. Egy dűledező házikóban élt egy szegény asszony. Volt annak egy mihaszna fia is, aki Matyinak hívtak. Ez a legény csak nem akart használható emberré válni, hiába kérte az anyja, hogy menjen pénzt keresni, hiába akarta napszámba küldeni, pedig már legény számba ment őkelme. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Ludas Matyi című darabja nyitotta meg az idei Városi Gyermeknapot a turisztikai központban. Nem is csinált semmit. Legfeljebb arra volt kapható, hogy őrizze egyetlen vagyonkájukat, a 3 ludat. Ezekhez valamiért nagyon ragaszkodott. Színpadi programok, mini vidámpark, benne a nagy kedvenc trambulin és dodgem, póni lovaglás, na és persze lufi mindenhol. A turisztikai központban minden adott volt, hogy május utolsó vasárnapján, gyereknapon minden apróság jól érezze magát. Egészen este 6-ig várták a családokat, volt kutyaiskola bemutató, média válogatott sportshow, interaktív zenés gyermekműsor. Fellépett egyebek mellett Békefi Viktória, Riki és a Kozombolis trió is. A színpadi programok mellett gyermekfoglalkoztatókkal, népi játékokkal, Eszterga show-val, arcfestéssel, finom ételekkel és italokkal kedveskedtek a gyerekeknek. A Nemzetközi Gyermeknap megünneplése Törökországból ered, a legtöbb országban ünnepnap. Magyarországon 1906-ban tartotta meg első gyereknapját az Országos Gyermekvédő Liga, és ezzel a II. Világháborúig tartó évtizedes hagyományt teremtett. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, sajátos világukra. Nyárindító gyereknapi partival kezdődött múlt hétvégén a gyermeknap. A Széchenyi lakótelepen a Hild Viktor könyvtár és közösségi tér első alkalommal szervezte meg a Vár a nyár programot, melyen az arcfestés, ügyességi játékok és kézműves foglalkozások mellett kutyaiskola bemutató, táncos fellépők, koncert és diszkó is várta a gyerekeket. A könyvtár a nyáron 3 alkalommal rendez aranycsillagos nyári táncestet, az egyiken latinos táncokkal, a másodikon salsa és mambóval, míg a harmadikon rock and roll-lal. A városrész 6 közintézménye kapott csütörtökön virágokat a Széchenyi lakótelepért Szabadidő Kulturális és Sportegyesület közreműködésével. A civil szervezet pályázati pénzen szerezte be a virágtöveket, a munka lehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft-től. A földlabdás növények első adagját a Kánkároly úton rakták le. Íme a Kánkároly úti idősotthon magaságyásainak sora, ide kerülnek azok a virágok, melyeket a bent lakók kapnak a hozzátartozóktól anyák napja, nőnap, születés vagy névnap alkalmából. Ez pedig már az utánpótlás, mely a Széchenyi lakótelepért Szabadidő Kulturális és Sport Egyesület jóvoltából érkezett az intézménybe. Az elmúlt hét péntekén 2200 tő virágot osztottunk szét a magánemberek között, és a mai napon 600 tövet fogunk osztani a városrész intézményeinek, óvodáknak, bölcsödéknek és a városrész idős otthonának is. Ebből mondtál még? A virágok nem csak szépek, megfelelő gondozás esetén tartósak is. Nagyon nagy örömmel fogadjuk a virágokat. Az időseink így egy kicsit otthon érezhetik magukat még otthonosabban, így egy kicsit le tudjuk őket foglalni, akit csak lehet beszoktunk vonni ebbe a foglalkozásba, és nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Az idősek után a fiatalokon a sor, ez már a piros iskola, ahol szintén nagy örömmel fogadták az ajándékot.
Ezzel egyrészt szépítjük a környezetünket, és a gyerekeket is arra neveljük, hogy becsüljék meg, gondozzák az őket körülvevő természetes környezetet. Általában bevonjuk a gyerekeket is a növények elültetésébe, ami az iskola bejáratánál kerül reményeink szerint a napokban a helyére. A ma kiosztott 600 tő virágot pályázati pénzen vásárolta a Széchenyi lakótelepért Szabadidő Kulturális és Sport Egyesület. A munka lehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft-től. A civil szervezet zöld akciójának részeként idén is meghirdette a virágos erkély és előkert versenyt. Jól lehet, az nem elsősorban a közintézményekre, hanem a társas és családi házakra lett kiírva. Heteken belül termést hozhatnak a házi kertbe, vagy éppen cserébe ültetett palánták. A szolnoki piaszcsarnokban pár száz forintért megvásárolhatók a friss, zöldség utánpótlást biztosító földlabdás növények. Egyre többen próbálkoznak saját maguk a házi szükséglet kielégítésével, nem is esélytelenül. Még mindig bőven kaphatók a tavasz slágerének számító palánták a szolnoki piaszcsarnokban. Édes kosszarvú paprika palántát, mert amit vettem, képzeljék el, hogy kirágta valami a gyökerét három darabnak, és ezt szeretném pótolni. A paradicsom és a paprika palánta a legkelendőbb. Mit tetszett keresni? Paradicsom palántát, ami későbbi érésű, és a paradicsom palántát. Miért pont az, miért nem jó a korai? Van nekem korai, azon már van termés, csak még nem érik. Mit jelent a késői, az mikor érik be? Hát az később. Végülis most a korai paradicsom az majd nem soká pirosodik, és a későbbi érésű az úgy gondolom, hogy olyan augusztus-szeptember tájékán, amit lehet befőzni, és az a nagy alma paradicsom. Van, aki a hagyományos konyhakerti növényeken túl gyógy- és fűszernövényekkel is kísérletezik. Én kakukkfüvet vásárolok, van otthon már rozmarink, bazsalikom, metélőhagyma, lestján, konyhakertet szeretnék a gyógynövényekből. És ez mire jó, a kakukkfű? Megfázásra. Megfázás esetén a kakukkfűvel fűtötte a nagyon finom. A palántázással még nincs elkésve senki, ám érdemes pár dologra odafigyelni. Paradicsommal együtt palántát már nem nagyon érdemes venni, mert az visszaveti a fejlődést, tehát amikor már gyümölcs is van rajta, hanem inkább arra ügyeljünk, hogy szép nagy gyökere legyen, és erős, vastag törzse. Locsolni, gondolom. Ma már a locsolás elengedhetetlen egész Magyarországon, de emellett a talajtakarás. A talajtakarás a másik nagyon-nagyon fontos dolog, mert olyan nagyon föl tud melegedni a talaj, hogy 50-60 fokos is lehet. Bár palántát magról bárki viszonylag könnyen nevelhet, zárt világos helyen, tél végén, kora tavasszal. A legtöbben a kész növényekre esküsznek. A palánta, ha megfogja az új helyen, bizonyosan nem okoz csalódást, akár balkonládában, akár szabad földön nevelik. Csupán fény, meleg és öntöző víz kell ahhoz, hogy kiki megtapasztalja, milyen a saját termesztésű paradicsom, paprika, tök vagy éppen dinnye íze. Ismét megtelik a zene szerelmeseivel a Reptár udvara. Július 9-én egy nemzetközi zenekar a Matt Bianco lép színpadra. Idei turnéján a formáció 15. nagylemezét, a The Essential Matt Bianco című dupla albumát mutatja be, amelyen eddigi karrierje legnagyobb slágereinek újraértelmezéseit vonultatja fel. Knowledge is mine, and when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives all that she's got. And when she asks me if everything's okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah. Matt Bianco egyik legismertebb slágere sokaknak ismerősen csenghet. A brit zenekar 1983-ban alakult. Főleg az 1980-as évek közepén elért sikereikről és jazz, latinízű zenéjükről ismertek. A formáció idei turnéján 15. nagylemezét, a The Essential Matt Bianco című dupla albumát mutatja be, melyen eddigi pályafutása legnagyobb slágereinek újraértelmezéseit vonultatja föl.
Jó hír a rajongóknak, hogy a Reptár Szolnoki Repülőmúzeum udvarán Quimby, Rúzsa, Magdi és Ákos után július 9-én a Mad Bianco lép színpadra. 2022-ben sikerült Mad Bianco csapatát Nagy-Britanniából elcsábítani Szolnokra, a Reptár Repülőmúzeumba, ami egy igazán különleges helyszín, és itt nem csak arról van szó, hogy egy fesztiválnak egy headliner zenekara, hanem arról van szó, hogy egy Közép-Európában is rangot kivívott intézménynek a helyszínén fog tudni koncertet adni, koncertezik Mad Bianco, és az ígéret az, hogy minden évben hozunk nemzetközi nagyobb zenekarunkat, ezzel is a Szolnok kulturális palettáját kicsit színesítve, hiszen ilyen előadókkal Szolnokon, illetve a régióban nem nagyon találkoztuk. A Reptár sokszínűségére és a rendezvény turisztikai jelentőségére hívta fel a figyelmet Galó Anita, az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület titkára. Egy olyan minőségi rendezvénynek a beharangozása és népszerűsítése zajlik, amely nagyon fontos a térség turizmusa szempontjából, hiszen ennek a mostani rendezvénynek nem csak térségi szempontból és nem csak országos vonzereje van, hanem én azt gondolom, hogy ez abszolút alkalmas arra, hogy a határon túli érdeklődőket, vendégeket is megszólítsa, és erre a koncertre ide csábítsa a Szolnokra, Jásznagykun-Szolnok megye székhelyére. Itt akár több éjszakát is eltörtsenek, megismerjék a megyeszékhelyt, a megyeszékhely térségét, és Jásznagykun-Szolnok megyét. A sajtótájékoztatón Mark Reilly videóüzenetben üdvözölte a szolnokiakat. A koncertre elővételben már vásárolhatók jegyek. Öreg autó, nem vén autó. Több mint 50 jármű vett részt az előző hétvégén a 10. Közép-Tiszavidéki veterán jármű találkozón és túrán. A Szolnokról startoló csillagtúrák állomásain kíváncsi tömeg várta az AG4 kerekűeket. A bemutatott modellek közül csak nem 100 éves volt a legöregebb. Bepillantása csak nem 100 esztendős cseh Aero 10 kasznia mögé. Nem mindennapi élmény még a veterán autósok számára sem. Itt pedig egy 1982-es gyönyörűség, a Chevrolet Corvette Stingray tulajdonosa egy Európában soha nem forgalmazott Verdával érkezett a kettős szolnoki jubileumra. Az idei találkozó 4 év után ismételten létrejött, 2 dolog miatt is jubilál a találkozó. Egyik az, hogy a veterán autós motoros klubunk az most 20 évesebb az évbe, illetve hát a találkozók közül ez a 10. Tehát egy dupla ünnepet ünnepelünk. Lórán Barnabás, azaz Strabarna, a népszerű humorista sem hagyta ki a szolnoki eseményt. A szolnoki veteránt üdvözöljük itt a csajka előtt, és most jött meg hozzánk egy rendes 911-es Porsche, reméljük, hogy a 6 hengeres és nem a 4, de avval sincsen különösebb baj. Kezdődik. Rendőri felvezetés a Szolnoki Tisza hídon. Idén először nem körtúrát, hanem csillagtúrát szerveztek, azaz a megyeszékhely többszöri érintésével jutottak el a résztvevők a kiszemelt megállókig, ahol már jó pár bámészkodó várt rájuk. A 10. Közép-Tisza vidéki veterán jármű találkozón és túrán 50-nél is több gépkocsi bizonyította, hogy öreg autó, nem vén autó. A jelenlegi szabályozás szerint egyébként a gyártástól számított 30. év betöltését követően szerezheti meg egy gépjármű a veterán besorolást, ha és amennyiben az alkatrészek döntő többsége eredeti. Idén már maszk és kötelező távolságtartás nélkül tarthatják meg az ünnepi könyvhét rendezvényeit. Szolnokon is a könyvek körül forog a jövő hét. Író-olvasó találkozó lesz Rózsa Györggyel, aki Nem kapcsoltam című könyvét mutatja be. A könyvhét ideje alatt a Damjanich János Múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók. A Szolnok Televízió Írd ki magadból pályázatának is lesz győztese. Ingyenes beiratkozással, számtalan programmal várja az érdeklődőket a Versegi Ferenc könyvtára jövő héten is. Június 9-től 11-ig tart a 93. ünnepi könyvhét rendezvény sorozata, amelynek részletes programja megtalálható az intézmény honlapján, illetve közösségi oldalán. Képpel írt város történet címmel várjuk az emlékeket, ugye a lakossági emlékgyűjtésünk folytatódik, lehet hozni az emlékeket, a kollégák ott helyben digitalizálják és vissza is kapják a fotókat, illetve hogyha nagyon
mások, akkor pedig itt lehet hagyni, és akkor később is visszakapják. Mint évek óta mindig így, a Damjanich János Múzeum idén is csatlakozik a könyvtár könyvheti rendezvényeihez. Egyházművészetünk remek művei címmel könyvsorozatot indít a közgyűjtemény, amely a megye templomainak történetét mutatja be. Június 3-án 10 órakor debütál Csiszár Róbert Péter kötete, amely a Szentlélek templommal ismerteti meg a közönséget, de ez csak egy a múzeumi program kínálatból. Szerveztünk a könyvhét alkalmából az Alföldi Szecesszióra egy olyan rendezvényt, hogy a kiállítás két kurátora, Veres Dániel, illetve Brunner Attila június 10-én 3 órától tartanak ebbe a kiállításba egy speciális kurátori vezetést, és aztán pedig Csendes Mónika és Álmos Di Árpád építészek vezetésével itt a szolnoki szecessziós épületeket egy városi sétán keresztül, és ők elmondják, hogy ez miben egyedi, miért új, mit kéne védeni, mert sajnos most már azon van a hangsúly, hogy ezt a, ami még megmaradt, ezt próbáljuk megőrizni, és az eredeti homlokzatával megőrizni. 57 pályamű érkezett be a Szolnok Televízió és a Versegi Könyvtár közös könyvheti felhívására az Írd ki magadból elnevezésű pályázatra. 33 felnőtt és 24 ifjúsági szerző küldte el szerzeményét. A könyvheti rendezvények egyik betétprogramjaként derül majd ki, hogy kinek a műve lett a legjobb. A legjobbakat díjazzuk, 3 wellness hétvége és egy kerékpár talál majd gazdára, illetve külön díjasok is lesznek, ők pedig könyvcsomagot és könyvutalványokat fognak kapni. De ezen túl a Szolnok Televízió aznap, tehát június 9-én 18 órától egy élő műsort szervez a díjazottak számára. A 93. ünnepi könyvhét szolnoki rendezvényeinek hivatalos megnyitója június 9-én 16 órakor lesz a Kossuth téren. 2 év kihagyás után idén újra lesz Tiszavirág Fesztivál. A jubileumi 15. fesztiválon a tradicionális elemek mellett néhány értékes újdonság is helyet kap. Június 14-e és 18-a között koncertekkel és felhőtlen szórakozással várják a szolnokiakat a már megszokott helyen. Soha ekkora érdeklődés még a Tiszavirág Fesztivál iránt nem volt, mint most 2022-ben. Kezdte sajtótájékoztatóját Kovács Ákos fesztiváligazgató. A Tiszavirág Fesztivál szervezői megújult erővel vágnak bele a COVID-19 világjárvány okozta sebek gyógyításához, és 2 kihagyott év után mindent megtesznek azért, hogy újra megteljen a város jókedvű emberekkel. Mi minden tőlünk telhetőt elkövettünk, hogy az idei fesztivál nagyot szóljon, és hogy azoknak az elvárásoknak megfeleljünk, amit támaszt a fesztivál fele. A legnagyobb értéke a rendezvénynek továbbra is az, és ezt tartottuk szem előtt, hogy nem feltétlenül a mainstream zenekarokról szól, az előadókról, a programokról, hanem egy olyan közösségteremtő rendezvény, ahol tényleg az ismeretlen ismerőssé válik, és rég nem látott barátokkal tudunk leülni, beszélgetni, és nem egy bizonyos programot várnak az emberek, hanem magát a fesztivált várják. A Tiszavirág Fesztivált 15. alkalommal szervezik meg. Közép-Magyarország legnagyobb kulturális kavalkádja továbbra is ingyenes, köszönhetően a város támogatásának is. Egy ilyen fesztiválnak több 10 millió forint költségvetése van, és ezt össze kell tudni gyűjteni. A másik oldalon pedig jó helyre megy, hiszen ha van valami, ami nagy feladata egy város vezetésnek, vagy a városban dolgozóknak, hogy a város identitását, a patriotizmust erősítse, és egy-egy ilyen programon keresztül jelentősen lehet ezt megtenni, hiszen az, hogy a szolnokiak itt vannak ezen a fesztiválon, ez már természetes. De az, hogy hozzák a rokonaikat az ország számos helyéről, hogy az egyetemi hallgató társaikat lehozzák Szolnokra, hogy nézzék meg, hogy nálunk mi van. Az, hogy a debreceni virágkarnevál szervezői idejönnek, és elcsodálkoztak, néhány éve volt, hogy így is lehet fesztivált szervezni, ez azt jelenti, hogy Szolnok valóban nagyon elől van rengeteg mindenben, és az a minőség, amit mi tudunk, az országos szinten is mérhető. Zenei és természetközeli programok, Borházak utcája, Maláta tér, park, mozi, kézműves vásár, nyári színház, fényfestés. Csak néhány a kedvelt helyszínek és programok közül. Idén már nem 3, hanem 4 színpaddal várják a könnyű zene szerelmeseit. A zenei programok továbbra is tartjuk magunkat ahhoz, hogy nem koncertlátogatókat, hanem fesztivál látogatókat szeretne a fesztivál.
Ez persze nem jelenti azt, hogy nem jönnek nagy nevek, hiszen most is számos nemzetközi zenekar érkezik Ausztráliából, Brazíliából, Olaszországból, Franciaországból, Németországból. Nagyon sok külföldi látogató is érkezik, akik jelezték, hogy merre találnak szállást Szolnokon. Úgyhogy azt gondolom, hogy maguk a nemzetközi előadók is hozzák magukkal a nemzetközi látogatókat. A parkoló programelem új üde színfoltja a fesztiválnak, ahol családi és művészeti programok várják a látogatókat. Lesz könyvbemutató, zenei performance, utcaszínházi produkció, játszóház és bábjáték is. Kedves nézőink, a Szolnok Televízió heti hír összefoglalóját, a Szummát látták. Hírek Plusz című műsorunkkal szerdán várjuk Önöket reggel 6 órától. Friss hírekkel pedig kedden este 19 órától várjuk Önöket az Aktuálisban. Viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Simona Divataru biztosította.